Kedves nézőink, Takács Szabolcs kormány megbízott tartott sajtótájékoztatót hétfőn a Megyeházán a január 1-től életbe lépett változásokról. Kérem, tekintsék meg összeállításunkat. Néhány fontos dolog van itt az év elején, amelyről szeretnék tájékoztatást adni itt Veszprém megyében is. Tudjuk azt, hogy a kormány a közigazgatás átalakításával azt a célt kívánja szolgálni, mert azt a célt kívánja elérni, hogy az emberek olcsóbban, gyorsabban és egyszerűbben intézhessék az ügyeiket. És ennek érdekében a tavalyi évben is a folytatásra került egy egyeztetés az emberekkel, az állampolgárokkal, kérdőívek kapcsán és kérdőíveken keresztül, és ennek köszönhetően állami rezsicsökkentése kerül sor 2016. január 1-től. Illetve volt egy nagyon fontos dolog még emellett, a kitűzött célhez kapcsolódóan eredményként, amit elértünk, ez az állami bürokrácia csökkentés. Itt az országgyűlés 2015. december 1-ével fogadta el azt a 186-os törvényt, amely igazából egy törvénymódosító csomag. Összességében 4 területet érint és 108 törvénymódosítását vonza magával. Itt a lényeg az az, hogy az a 4 terület, ami a legfontosabb talán, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályról szóló törvény, ez a KET módosításához kapcsolódó néhány szabály, de a legfontosabb az az talán, hogy az ügyintézés határidő az 21 napra csökkent. Általános ügyintézés határidő 21 nap. Ehhez kapcsolódóan a szakértő esetén, ha szakértőt kell bevonni egy-egy ügyben, akkor a szakértőnek 15 napja áll rendelkezése arra, hogy szakértői véleményét kiadja. Ezek korábban nem voltak ennyire konkrétan és ennyire rövid határidőkkel szabályozva. Nagyon fontos még az is, hogy a másodfokon eljáró hatóság nem utasíthatja az elsőfokú hatóságot új eljárásra. Tehát ha valami probléma van, valami gond van, akkor neki kell a tényállást tisztázni, majd aztán kialakítani az álláspontját, vagy megszüntetni a döntést, vagy új határozatot hozni, vagy új végzést, tehát a típusától függően. Nagyon fontos még az is, hogyha hiánypótlásról van szó, akkor 45 napos a határidő hiánypótlásra. Fontos is egy új, azt mondom, hogy új szabályozás talán, vagy egy új fogalom, a sommás eljárás. Ennek az a lényege, hogy kifejezetten, és az alapja is, hogy kérelemre induljon az eljárás, és a kérelem alapján tisztázott a tényállás, nincs ellenérdekült ügyfél, akkor a hatóság 8 napon belül hoz egy döntést. Ha 8 napon belül nem tudja a döntését meghozni, de azt tudja, hogy 60 napon belül, vagy 2 napon belül véget fog érni az eljárás, akkor egy függő hatályú döntést hoz, és ezt is meghozza az elején, tehát alapján már látja az ügyfél a kérelmező azt, hogy körülbelül mi a hatóságnak a döntése, és 2 hónapon belül egy végleges döntése kerül sor. Amennyiben a hatóság 2 hónapon belül a döntését, vagy 60 napon belül nem tudja meghozni, akkor a hatósági eljárási díj az visszajár a kérelmező ügyfélnek, ha ilyen nem volt, akkor 10 000 forintot köteles fizetni a hatóság. Tehát egy ilyen szigorított tényező az mindenképpen fönnáll. A második tevékeny kör, amit érint, az engedélyhez kötött eljárásoknak a köre. Nagyon fontos, hogy nagyon sok tevékenység, ami korábban engedélyhez volt kötve, az most engedély nélkül bejelentés alapján végezhető, 25 ilyen tevékenységről beszélhetünk. Ennek a lényeg az, hogy mint például az építésről sokan hallották már, 300 négyzetméteres nagyságig, lakóépület esetében, ingatlan építés esetében bejelentési kötelezettségről van szó, nem kell engedélyt beszereznie. Itt nyilván a hatóság természetesen 8 napon belül eljár, tehát ellenőrzi. Ehhez, vagy akár más, a 25-be tartozó még más egyéb engedélyhez nem kötött tevékenység megkezdését és végzését, és ha azt ítéli, hogy úgy ítéli meg, hogy ez nem a megfelelő jogszabályoknak és a megfelelő hatósági kereteknek megfelelően történik, akkor betilthatja, vagy akár szankcionálhat is. Tehát azért nem azt jelenti, hogy most bármit lehet tenni, de jóval könnyebb elvégezni jó néhány tevékenységet, mint korábban. Fontos volt még az ügyintézési határidők csökkentése, amelyik a harmadik területe. Itt ez esetben 120 ügyintézési határidő csökkent, és átlagosan azt lehet mondani, hogy 25%-kal rövidebb az ügyintézési határidők, rövidebbet szab meg a törvénymódosítás, és azáltal a hatóságnak úgymond rövidebb idő alatt gyorsabban kell elvégezni a munkát. Itt jön az, hogy az állampolgárok gyorsabban tudják intézni az ügyeiket. És fontos még az egyes hatósági ügyeket érintő anyagi jogszabályok egyszerűsítése. Ez azt akarja ez a terület, hogy akkor például, amikor a gyakorlatban az ügyfélnek az igényeinek a kielégítését célozza valami, akkor abban ez a terület nyújt segítséget. Gondolok itt arra például, hogy ma már elektronikus úton utána lehet nézni egy gépjármű teljes adatainak, előéletének, korának, állapotának, vagy éppen eddig, ami erkölcsi bizonyítványnak kell igazolni, hogy egy büntetett előélet
mentességet, azonban megtehető egy elektronikus adatbázisból történő lekéréssel, amelyhez hozzá tud férni az állampolgár. És hát a kormány célja az az, hogy minél szélesebb körben lehessen hozzáférni elektronikus úton is a egyes állampolgárok és a vállalkozások által intézető ügyekhez, és az állampolgároknak számára fontos olyan bizonyítványokhoz, hatósági igazolásokhoz, vagy éppen adatokhoz, amelyeket a közigazgatás kezel. Fontos, hogy a bürokrácia csökkentéssel egyidejűleg több hatósági eljárás díja is csökkent 2016. január 1-től, ez az állami rezsi csökkentés keretében valósult meg. Itt, amire utaltam, az a konzultáció volt, amelyet 2015 nyarán két hónapon keresztül folytatott a kormányzat, itt bevonva a járáshivatalokat és a járáshivatalok kormányablakait, ahol kérdőívek kitöltésével adhattak számot igazából az állampolgárok, vagy szólhattak bele az állami rezsicsökkentésnek a kialakításába, hogy ő szerintük melyek azok a díjak, amelyet el kéne hagyni, vagy melyek azok a hatósági díjak, amelyek mérsékelni kellene. Országosan ugye ezt hallhattuk már a korábbiakban és az elmúlt hetekben sajtótájékoztató keretében közel 400-en töltötték ki ezt a kérdőívet, itt Veszprém megyében közel 13 000-en. És mondhatom azt, hogy a Veszprém megyében élő lakosok és állampolgárok véleménye is beépülése vagy beépítése kerültek abba a csomagba, amely aztán állami rezsi csökkentés csomagként megjelent, és amely aznak a 20 hatósági eljárásnak a díját csökkenti, amely 2016. január 1-től csökkentés vagy eltörlésre került. Tehát 20 ilyen van összesen, és ez országos szinten 10 milliárd forintos megtakarítás jelent az állampolgároknak és a vállalkozóknak, tehát ennyivel kevesebbet kell befizetniük egyes eljárásokat érintően. Állampolgárok tekintetében, vagy állampolgárokat érintő eljárások közül néhányat, ingyenesé válik ugye a személyigazolvány vagy lakcímkártya beszerzése, a családi állapot változással összefüggő névváltozáshoz kapcsolódó adatok átvezetéshez kapcsolódó hatósági eljárás szintén ingyenes. Az eltulajdonított okmányok pótlása a szintén, az erkölcsi bizonyítvány beszerzése évente 4 alkalommal, vagy mondjuk ami fiataloknak, én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, nyilván elsősorban fiataloknak, de lehet idősebb korosztály is, a jogosítvány megszerzése első alkalommal az ingyenes, de a felsőoktatási képzésre jelentkezés is szintén ingyenessé válik. Ez mind-mind a lakosságot, az állampolgárokat közvetlenül érintő rezsicsökkentés és állami rezsicsökkentés körét testesíti meg. Vállalkozásokat érintően a különböző cégiratok kiállítása, cégnyilvántartások, ez mind-mind szintén, amely kérelemre indult, ugye ingyenessé válik, és ingyenessé válik a cégek éves számviteli beszámolójának közzététele is, de a vállalkozó igazolvány kiváltása is, vagy éppen a üzletműködési engedély iránti kérelem. De ami talán a mi esetünk, mert Veszprém megyében fontos lehet, szerint, hogy erdőterülettel bírunk, a mezőgazdasági és erdészeti gazdálkodásban a gépkezelő jogosítványok kiállításával kapcsolatos eljárások szintén ingyenesek lesznek. Azt gondolom, hogy ezekből látszik, ezekből az intézkedésekből az, hogy a kormány által elvégzett reformok, kormány által kitűzött reformok, azok jól működnek. A megtakarítás és az elvégzett döntések eredményeként elért célokból fakadó megtakarítások tették lehetővé azt, hogy például 10 milliárd forintot ide is állami rezsicsökkentésre is tudjon szállni a kormány, és lehetővé teszi Magyarország kormányának jelenlegi költségvetése azt, hogy ezt egyáltalán mert ugye ezt valóban azért finanszírozni kell, ezeket az eljárásokat, amit korábban fizetni kellett, az eljárásokat ingyenesé tegye. És a kormányzat további célja az, hogy nem hagyja abba, és nem nincs itt vége sem az állami rezsicsökkentésnek, sem a bürokrácia csökkentésnek, hisz az emberek és az állampolgárok meg a vállalkozásoknak a terheit, adminisztratív terheit azt szintén és a továbbiakban is csökkenteni szeretné azzal, hogy a bürokrácia csökkentésre még, és a bürokrácia csökkentésre újabb pontjait próbálja megtalálni. Az állami rezsicsökkentésnél pedig szintén arra törekszik és abba vonja be ebben a munkakörben dolgozó hatósági szakembereket is, hogy mik azok, amelyekre még lehetőség szerint ingyenesé lehetne tenni, vagy ezáltal az állampolgároknak kevesebb díjért hozzáférhetővé lehetne tenni, meg azok a szolgáltatások. És ehhez a egyszerűbb, gyors, olcsóbb és hatékonyabb közigazgatáshoz nagymértékben hozzájárul nyilván az a 13 kormányablak itt Veszprém megyében, amely megnyílott. Itt a kitűzött cél is 13 volt, a 10 járás területén 13 működő kormányról megnyitását tűztük ki, célul 2015 év végéig. Ez sikerrel teljesítettük, ez 2015. december 23-án Tapolcán megnyílt a sorrendben utolsó, egyébként természetesen ugyanolyan
egymás mellett álló kormányablak, mint bármelyik a megyében vagy az országban, vagyis az országban már 240 ilyen működik, és most jelen pillanatban 578 ügyet lehet intézni a kormányablakokba. Évvégére a cél az, hogy itt a kormányablakokban is lehetőség szerint 1000 ügyet lehessen már intézni. Tehát minél több ügyet lehessen intézni egy helyen, a kormányablakok feladat bővítése fog zajlódni 2016-ban. A kormány tőlünk is és a területi közigazgatást irányító miniszter is azt várja el kormányhivataloktól, kormányzattól, hogy javaslatot tegyenek majd arra, hogy 2016-ban még mik azok a jelenleg akár másodfokon végezhető ügyek, amelyek a járásokban is intézhetőek legyenek, tehát az állampolgárokhoz közelebb vigyük az ügyintézést. Ne kelljen a megyeszékhez utazni egy ügyet elintézni most, ami mondjuk még ide köti, hanem lehessen esetlegesen elvégezni a járások területén 13 kormányablak helyszínen, lehessen minél több ügyet intézni a lakhelyhez minél közelebb, olcsóbban, hatékonyabban és gyorsabban. És lehetőség szerint minden háztartásból vagy szélesávú internet eléréssel egyre több ügyet elektronikus formában. Tehát ez a jövőre vetített cél, és én azt gondolom, hogy azok az elért eredmények, amelyekről ma be lehet számolni, és az az elért eredmény, amelyet ma már konkrét tényként el lehet mondani, azok bizakodásra adnak okot, hogy ezek a célok, ezek nem csak célok maradnak, hanem ezeket is el fogja tudni érni közösen. Ezen dolgozunk, és ezen vagyunk. Köszönöm szépen!